Különleges testnevelés órán vehettek részt a gyerekek 2 éve a nyíregyházi Kazinczy iskolában. Ez az intézmény is otthont adott a nyári napközis Erzsébet tábornak. Idén is több helyszínen tölthetnek el egy tartalmas hetet a gyerekek a megyében. 283 oktatási intézményből csak nem 11 ezeren vesznek részt az egyhetes, reggel 8-tól délután 4-ig tartó programon. A nyári időszakban a napközi Erzsébet táborok is jelentős szerepet töltenek be az Erzsébet táborok rendszerében. Ezeket a napközi táborokat jellemzően a gyermekeket jelentkeztető iskolák vagy kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, illetve szociális intézmények szervezik. Az Erzsébet táborok keretrendszerében pedig finanszírozottá válnak ezek a táborok. A napközikről tudni kell, hogy 8 órától 16 óráig, hétfőtől péntekig kínálnak tartalmas programokat a gyermekeknek. A napközikben természetesen a napi 4-szeri étkezés is biztosított, amíg a szülők dolgoznak, addig a gyermekeiket gondos és biztonságos környezetben tudhatják. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből egyébként 283 jelentkezés érkezett be, több mint 11 ezer gyermek részvételére. Látványos klippet készítettek a szervezők a nyári balatoni Erzsébet táborokról. Ez egy másik program, amelyen részt vehetnek a gyermekek. Egy héten át, idén vasárnaptól péntekig mehetnek a jelentkező gyerekek a Zánkai vagy a Fonyódligeti vakációra. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből közel 2800 táborozó érkezik idén a Zánkai Erzsébet táborba vakációzni, 8 turnusban köszönhetjük őket, de a Fonyódligeti Erzsébet táborban is vendégül láthatjuk a gyermekeket, mindegy 250-en érkeznek a Balaton déli partjára kikapcsolódni. Június 26-án megérkeznek oda a Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből az első gyermekcsoportok. Ami még fontos, hogy egy-egy turnus vasárnaptól péntekig tart, Zánkán napi 60, Fonyódligeten pedig naponta 30 különféle programot biztosítunk. Napi 5-szer étkezést nyújtunk a gyermekeknek, tekintettel a speciális étkezési igényekre is. A tábori egészségházakban nagyon jól felszerelt körülmények között gondoskodunk a napi 24 órás gyermekorvosi ügyeletről, de az országos mentőszolgálat és a vízi mentőszolgálat is szolgálatot teljesít folyamatosan ezekben az ottalvos táborokban. Sőt, ezekbe a táborokba, a Zánkai és a Fonyódligeti táborokba, illetve haza minden táborozó ingyen utazhat, tehát vonattal szervezünk nekik utat, illetve külön vonatokat is biztosítunk. A megyéből 47 településről érkeznek gyermekek a táborba. A legtöbb jelentkezést Kisvárda adta be, ezt követően Nyíregyháza, ezt követi Nyíregyháza, majd Újfehértó, és a jelentkező intézmények között az oktatási intézmények körében tankerületi, valamint egyházi iskolák, tovább egy gyermekjóléti szolgálatok és tanodák is vannak. Az Erzsébet táborba jelentkezők nem csak az egyhetes vakáción vehetnek részt, de ingyen is utazhatnak el a Zánkai vagy a Fonyódligeti táborba vonattal. Ezen a nyáron 10 héten át az országból 30 ezeren, a megyéből csak nem 2800-an jelentkeztek a programra.